A halál százezer órája Ukrajnában. Hogyan jutottunk el az ágyútöltelék demokráciához? Lassan két éve, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, és hogyha a forradalmi időszakokat és a polgárháború idejét is beszámoljuk, körülbelül százer óra erőszak volt, ami eddig Ukrajnában bekövetkezett. Én Vukics Ferenc Lezeres vagyok, a továbbra is érdekelnek benneteket a világ külpolitikai, geopolitikai és katonapolitikai eseményei, iratkozatok fel a patriótára. Ebben a részben arra keressük a választ, Miért is támadta meg Putyin Ukrajnát? Vladimir Putyin, orosz elnök egy véres szájú diktátor, aki nem csak Ukrajnát akarja elfoglalni, hanem utána. Belaruszt, Kaukázust, Balti országokat, esetleg Közép-Európát is vissza akarja állítani a Szovjetuniót. Ez a nyugati álláspont, hogy miért tört ki a háború. De valójában mi történhetett? Fontos különbséget tenni azok között az információk között, amit a különböző államoknak a vezetői alkalmaznak a probléma megoldása kapcsán. Felépült egy nyugati narratíva, hogy orosz narratíva is felépült, amivel megpróbálják maguk mellé állítani a saját társadalmukat annak érdekében, hogy meggyőzzék őket, hogy ezek az erőfeszítések, ezek fontosak és ezeket el kell viselni annak érdekében, hogy egyik vagy a másik fél győzelem lejuttassa a saját elveit. De ettől függetlenül sokkal fontosabb és megalapozottabb tények alapján. És információk alapján hoznak döntéseket, akár az Egyesült Államok, akár az európai hatalmak részéről, akár pedig Oroszország részéről, mint amit a mindennapi információk közelésben hallottunk. Amit a nagyközönség felé eljutattak, az valójában egy propaganda. A baloldali szociológusok azt mondják, hogy ennek a propagandának az a célja, hogy elhitessék az emberekkel, hogy ők is képesek megérteni a körülöttük zajló folyamatokat, és leegyszerűsítve eljutatják hozzájuk. A nagy közönség megkapta azt, hogy valójában itt

véresszájú diktátor megtámadta a Ukrajnát, mindent megtesz annak érdekében, hogy a teljes ellenőrzés gyakorolja az ország fölött, sőt, dominó el van, tovább akar lépni, el akarja foglalni Kelet-Európát, rá akarja kényszeríteni Európára a saját akaratát. Akkor, amikor arról beszélünk, hogy ez jutott a nagy közönségnek, mi alapján hoznak döntést az országok, itt szétbontanám az, hogy van egy gondolkodásforma, ami az Egyesült Államokat, mint hegemon nagy hatalma jellemez. Ezeket különböző elvek és doktrinák határozzák meg hogy hogyan fognak dönteni, és mik a félelmeik, mik, mik azok, amiket fontos céloknak tartanak. Az oroszoknak is megvannak a, az ugyanilyen jellegű doktrinális elképzelései, a szakadár szervezeteknek is, akik annak idején Ukrajnának a részesei voltak, nekik is megvannak, és természetesen Európának is. A propaganda és az érdekek mögött azonban van ennek az egésznek egy elméleti háttere is. Mi a megközelítés az amerikai részről, és mi a megközelítés orosz részről? Nézzük meg azokat a legfontosabb amerikai és orosz elméleteket, amelyek döntő részében befolyásolják az itt zajló eseményeket. Az amerikaiaknál a gondolkodást alapvetően a Monroe doktrína indította el. Ez elsősorban arról szólt az 1820-as években. James Monroe elnök Quincy Adams el együtt kitalálta ezt a struktúrát, aminek az volt a célja, hogy az éppen függetlenné vált dél-amerikai, közép -amerikai államok, amelyek az európai hatalmaktól függetlenné váltak, nehogy visszagyarmatosítsák őket, ezért az Egyesült Államok beavatkozhatott a nyugati féltekén annak érdekében, hogy ezt az újragyarmatosítást megakadályozza. Ez utána tovább úgy, hogy az egész világon megtörténik ez a beavatkozás, fontos külpolitikai tapasztalata. Chamberlain miniszterelnöknek, annak idején angol miniszterelnöknek a nagy tévedése, hogyha időben nem lépnek oda keményen egy ilyen feltörekvő, vagy az őket kihívó hatalommal szemben, akkor a végén sokkal keményebb árat kell majd fizetni, mint ahogy a második világháborúban fizettek. Ez ott van minden külpolitikán, nyugati külpolitikát tanuló embernek a mindennapjaiban, ott van ez a elképzelés, ők nem akarnak ebbe a hibába esni. A másik ilyen, megkindernek a Hartland teóriája, hogy aki Kelet-Európát uralja, az uralja a Hartlandet. Aki a Hartlandet uralja, az uralja a világszigetet, és aki a világszigetet uralja, az valójában a világ minden összes folyamatát képes majd befolyásolni. És ennek az is a következménye, az Egyesült Államok mindent megtesz annak érdekében, hogy a világ tengereken teljes uralmat tudjon biztosítani, hiszen ő mindenhova így el tud jutni, bármelyik országot el tudja érni, viszont meg tudja akadályozni, hogy bármelyik ország, bármelyik hatalom el tudja jutni az Egyesült Államokban számukra kiváló. A következő ilyen gondolatmenet Paul Wolfowitzé, aki eh, annak idején, a 90-es éveknek az elején amerikai külügyminiszter helyettesként is dolgozott. Az ő idejében robbant ki az a botrány, amikor kiderült, hogy olyan tanulmányok landoltak az amerikai külpolitikai tervezőasztalokon, amelyek arról szóltak, hogy az elsődleges feladat mindenáron meg kell tudni őrizni az Egyesült Államok hegemon szerepét. Wolfowitzéknek a tanulmányában az elsődleges kihívó Nyugat-Európa, Akinek a technológiája, az embermennyisége megvan hozzá, és ezután pedig beszélt arról, hogy a valamikor a Szovjetunió területen lévő esetleg kialakuló hatalmat kell tudni megakadályozni, hogy ez valamiképpen kihívóként működjön, vagy Dél-Kelet-Ázsia, mint kihívó, meg tudjon jelenni. Ezeknek a hatalmaknak a kialakulását folyamatosan blokkolni kell. Annak idején ebből egy óriási botrány volt. Paul Wolfowitz a saját maga visszaemlékezéseiben erről ír is, hogy érdekes módon körülbelül 7-8 év múlva mindenki már teljesen magáinak érezte ezeket a gondolatokat. A a másik nagyon fontos megállapítás, hogy 2015-ben George Friedman, magyar származású külpolitikai szakértő egyértelműen leírta, hogy mik az elsődleges amerikai célok. Arról beszélt, hogy az Egyesült Államoknak évszázados problémája az, hogy az európai technológia, az európai tudás ne találkozhasson az orosz erőforrásokkal, emberi erőforrásokkal és nyersanyagokkal, mert az egy olyan Kombinációt hozhatna létre, amelyik megkérdőjelezni az ő világhatalmi szerepét. Leírta azt, hogy úgy tűnik, hogy az, az oroszoknak egzisztenciális fenyegetést jelent Ukrajna esetleges nyugati integrációja, és mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy ezt az integrációt megakadályozzák. És hogy az oroszokat, a Szovjetuniót egy szövetségi struktúrával lehetne elszigetelni, és hogy megakadályozza elsősorban Németország, a német gazdaság és az orosz erőforrásoknak a találkozását. Másik egy ilyen nagyon fontos pont, a Rand Corporationnek 2019-ben megjelent egy tanulmánya, amely egy útmutatót közölt ahhoz, hogy hogyan lehet felszámolni az orosz államot, vagy legalábbis, hogy hogyan lehet meggyengíteni. Prágában is rendeztek egy ilyen jellegű találkozót, ahol az úgynevezett oroszországi kisnépeknek a függetlenítéséről volt szó, hogy hogyan lehetne abból a kolonizációs állapotból, amiben a az orosz hatalom tartja őket felszabadítani. A konfliktusnak az elején avval is számoltak, hogy esetlegesen politikai változás, vagy az orosz rendszernek az összeomlása bekövetkezik, aztán ugye ebből vettek folyamatosan vissza, utána már csak Ukrajna területének integritásának a helyreállítása volt a kérdés, és most odáig jutottunk el, hogy lehet, hogy bizonyos területeknek a átadása a béke fejében is előre jöhet. Ahogyan a tavaszi, nyári, őszi nagy ukrán ellentámadás mégsem volt sikeres. A hangsúlyok áthelyeződtek, és szép lassan a úgymond a, a közvéleményt is elkezdték fölkészíteni arra, hogy esetleg másképpen kell majd meghatározni a győzelemnek a fogalmát ezen konfliktus kapcsán. És akkor itt van természetesen az oroszoknak a az elképzelései. Szolzsenyi szint nagyon jól ismerik nyugaton is. Ő 1994-ben már beszélt arról, hogy nem az a baj, hogy a Szovjetunió szétesett, hanem az, hogy a sztálini határok mentén esett szét. És ennek majd súlyos következményei lesznek az elkövetkező időszakokban, és ő felvetett annak, a lehetőségét, hogy Ukrajnának is meg kellene tudni érteni, hogy a, ezeket nem biztos, hogy ezeket a sztálini határokat kellene tudni elfogadni, mert az a végén a jövő szempontjából súlyos kérdéseket vethet föl. És azt is elmondta, hogy Oroszország meg annyira gyenge volt, hogy hagyta, hogy 25 millió orosz a határain kívül kerüljön, de felvetődhet egy olyan kérdés, hogy ezek hogyan kerülhetnének vissza végül is a, az anyaországhoz. A Donbassban lévők már 1994-ben kimondták azt, hogy ők mindenképpen szeretnek oroszul beszélni, ők szeretnék, hogy egy szövetségi állammá alakuljon, egy könyvföderációval alakuljon át Ukrajna, ahol több autonóm terület is létezhet, és ők pedig továbbra is mindig jó kapcsolatot építhessenek ki Oroszországgal. Ezt sokszor szeretik elfelejteni, amikor ezt a konfliktust elemezik. 20 éven keresztül végül is semmi sem történt. Amikor a polgárháború elkezdődött, az oroszok támogatták az ott lévő szakadároknak a törekvéseit, fegyverekkel, tanácsadókkal, sok minden egyébbel, hogy Sikereket tudjanak az ukrán kormányzat ellen elérni. Tehát a, a szakadároknak meg ezek voltak a, a gondolatai. Akkor, amikor a Szovjetunió szétesett, az akkori ukrán vezetők várták, hogy az Orosz Föderáció majd fel fog lépni egyből területi követeléseket. Meglepődve tapasztalták, hogy ez nem történt meg. Az oroszok gondolkodását alapvetően meghatározza a Primakov doktrína. Primakov azt mondja, hogy Oroszország nem fogadhatja el, hogy egy külső hatalom befolyási övezetébe betolakodjon. Ugye az oroszoknak van egy óriási nagy félelme, hogy a nagy nyitott síkságokon nagyon gyorsan katonailag fel lehet zárkózni a nagy, erős iparral vagy lakossággal rendelkező orosz városokig, és ennek a megakadályozására nekik egy viszonylag nagy térre, geostratégiai térre van szükségük. Nekik Ukrajna és Fehér Oroszország valójában egzisztenciális kérdés, és hogy miért támadták meg, elsősorban ezen egzisztenciális fenyegetettség miatt tették meg. Akkor, amikor a háború Elindult. Az azt megelőző időszakban nagyon sok katonai szakértő azt mondta, hogy hát egyértelmű tisztán látszik, oroszország nem rendelkezik azokkal az erőforrásokkal, amelyek lehetővé teszik az, hogy megszállja Ukrajnát és hogy nagyon eredményes háborút tudjon belevívni. Ebben teljesen igazuk volt, viszont abban nem volt igazuk hogy miután Oroszország ezt egzisztenciális fenyegetésnek érezte, és úgy gondolta, hogy minden eltelt évvel a ukrán hadseregnek a NATO integrációja és a nyugati eszközökkel történő felszerelése csak jobb lesz, és magasabb szinten fog megvalósulni, ezért ők inkább belébe mentek a konfliktusnak, sőt, nagyon sokan voltak az orosz stratégák közül, akik azt mondták, hogy valójában lehet, hogy 2014 és 15 ben kellett volna ezeket a lépéseket megtenni. 2015-17-től fogva a nyugati szövetségi köteléknek sikerült olyan mértékben megerősíteni az ukrán haderőt, hogy ez komoly problémákat okozott a, az Orosz Federációnak, a hadseregének, a háborúnak, a, az els, főleg az első időszakaiban. Az erről szóló jelentéseket viszont nem jutották el Putyinhoz. A saját felderítő szervei, hírszerző szervei nem vállalták be annak a felelősségét, hogy pontos adatokat jutassanak el hozzá ezzel kapcsolatban, ami azt mutatja, hogy, hogy ők sem mérték föl teljes mértékben, hogy való valójában miben is kezdenek bele. Valamifajta európai biztonsági struktúrára ezután is szükség van, és az jól volna, hogyha az európaiaknak abba beleszólásuk lenne. És e, e, itt van egy fontos probléma, ugye itt beszéltünk arról, hogy mennyire szeretné mondjuk az Egyesült Államok, mint hegemon hatalom az, hogy Európa önálló útra kerül. Hát nem nagyon szeretné. Az első pillanattól fogva nem volt híve az európai integrációnak sem. Hát az európai közös hadseregnek meg feltét egyáltalán nem híve. Sőt, Jens Stoltenberg a NATO főtitkár azt is kijelentette, hogy ha, ez, ha ilyen bekövetkezne, az a NATO-nak a felszámolását is jelenthetné. Ha létrejönne, akkor már biztosan tudnánk, hogy valami nagyon komoly változás történt meg Európában, mert az azt jelenti, hogy Európa megint kézbe veszi a saját sorsát, és megpróbál annak megfelelően dönteni, ami az európai érdek. Hogyha ha beszéltünk itt nyugati doktrinákról, stratégiákról, orosz stratégiáról és doktrináról, az biztos, hogy Közép-Európa és Kelet-Európa fontos minden nagyhatalom számára. Viszont nem erről volt szó a háború elején. Az orosz narratíva az az volt, hogy Zelenszky egy elnyomó rasszista államot hozott létre, amelyik bántja az orosz kisebbséget, amelyik megtűr nácikat is, vagy neonácikat a hadseregben, és ezért náciitlanítani kell Ukrajnát. Hogyan ér össze a kettő? Ugye nagyon fontos dolog, hogy mi a mozgósító erő Oroszországban. Oroszországban a mozgósító erő, hogy jönnek a nácik, és ő, ő előnük kell tudni megvédeni az országot. Az egész második világháborús szovjet erőfeszítések, a több mint 20 millió áldozat, amit ebben a háborúban elszenvedtek, az milyen gyökeredzik az egész orosz társadalma. Persze nem menjünk el amellett a tény mellett, hogy mondjuk 2010-ben még az Európai Uniós pontosan tisztában volt azzal, hogy a, mondjuk a banderára történő visz szemlékezések vagy hogy a róluk elnevezett nagy létesítmények Ukrajnában, azok nem éppen az európai jogállamiságnak a részei. De érdemes megnézni, hogy mondjuk a New York Times tíz évvel ezelőtt mit írt, amikor Ukrajnának ezen jellegű kérdéseit vetette föl, és mit írt utána néhány évvel később. És ne, de ne felejtsük el, Ukrajnában megjelentek olyan nacionalista erők, akik a legnagyobb szélsőségek közé tartoznak. Zelenszkit már a hivatalba lépésének az első időszakában több többször megfenyegették őt és a feleségét is, hogy súlyos következményei lesznek annak, hogyha a politikát nem abba az irányba alakítja, amerre ők szeretnék. Most is egy nagyon nagy veszélyforrás az, hogy mi történik akkor, hogyha területi kedvezményeket kell majd megkötnie esetleg Kievnek, Oroszországgal, ez egy nagy veszélyforrás az elkövetkező időszakban. Az elmúlt napokban viszont Vladimir Putin már egészen másról beszélt. Azt mondta, hogy Ukrajna gyakorlatilag már elpusztult, Akivel Oroszország hatban áll, az igazából a Nyugat. Megváltozott a narratíva? És ez megváltoztatja a tárgyalási feltételeket is? Ami most zajlik, az egy narratíva váltás, mind az oroszok, mind pedig a nyugatiak részéről. A narratíva váltás hirtelen nem következhet be, hiszen ö, ugye odaadtuk a narratívát a nagy tömegeknek keleten, odaadták a narratívát a nagy tömegeknek nyugaton, és ezek az emberek, ezeknek ideológiai kapaszkodók voltak azok, amelyeket eddig megkaptak, és ezt most nagyon nehezen, nagyon körülményesen lehet majd megváltoztatni, de látható, hogy a nyár végén Óta, mint a nyugati, mint az orosz sajtóban megkezdődött egyfajta puhítása ezeknek a narratíváknak, hogy elinduljanak abba az irányba, hogy a végén az az állapot, ami majd a végén megszülethet, mind a két fél számára csak győzelmi helyzetet tudja létrehozni. Megállítottuk Putyint, legyengítettük a hadsereget, elszigeteltük a világtól, és még sorolhatnám, amelyek majd mégiscsak el kell, hogy fogadtassák. Lehet, hogy nem lehet Ukrajna terület integritását helyreállítani, míg az oroszok részéről is az, hogy a korábban meghatározott, tehát ott sokkal nagyobb célokból, hogyan kell majd levonni azokat a gyököket, amelyek a valóság felé sokkal inkább mutatnak. 2022 tavaszán már voltak hírek arról, hogy vannak tárgyalások az oroszok és az ukránok között. Abból végül nem lett semmi. Volt több olyan alkalom is, amikor hol az ukrán vezetés, hol az orosz vezetés azt mondta, hogy kész tárgyalni. Hogyan lehet megállapítani azt, hogyha valamelyik fél azt mondja, hogy kész tárgyalni, hogy az éppen a gyengeség jele, az valami trükk akar lenni, vagy tényleg valós szándék? Közvetlenül a háború kirobbanása után néhány hónappal már körvonalazottak azok a lehetőségek, a Fehér Oroszországban zajló tárgyalások, az izraeli, a Naftali Benet által kezdeményezett, vagy a törökök által kezdeményezett béketárgyalások kapcsán, ahol amúgy Zelenszky kijelentette, hogy hajlandó lemondani Ukrajna NATO tagságáról cserébe azért az orosz csapatok kivonuljanak. Ugye azóta nagyon sok szereplő megerősítette, hogy ezek a megegyezések létrejöttek. Már voltak olyanok, amelyek aláírásra is kerültek. Viszont Boris Johnsonnak a tavaszi látogatása felborította mindezt, hiszen ők teljes védelmet és támogatást biztosítottak Ukrajnának, és arra kérte őket, hogy ne egyezzenek bele, Ukrajna maga dönthesse el, hogy akar-e lenni, vagy sem. Ennek az a Következően sokan nyugaton is azt mondják, hogy ettől a pillanattól nem csak az oroszok, hanem mindenki felelős az Ukrajnában történt eseményekért, hogy az oroszok kivonnák az erőket, és ugye elméletleg a Minsknek egy újra tárgyalásra indult volna el. Úgy tűnik, hogy a nyugat komolyat ígért, a britek valamit, nagyon, ha ők ígértek valamit, akkor biztos, hogy az amerikaikkal megállapodva ígértek, és azóta az ukrán felső vezetés is visszaigazolta, hogy ezek a tárgyalások hol tartottak, milyen eredményeket e, értek el, több százer embernek az életét és több tízmillió embernek az életét meg lehetett volna kimélni egyik a haláltól, a másik pedig az életüknek az ellehetetlenítésétől, akkor, hogyha ez a megegyezés akkor megszületik. Az amerikai érdek azonban Oroszországnak az gyengítése volt, az Egyesült Államok pontosan tudja, hogy mit csinál az ő feladata az, hogy a különböző típusú erőforrásokat maga mellett meg tudja tartani, biztosítani tudja a saját maga számára, ennek érdekében folytatja a politikáját, nagyon pragmatikusan, nagyon realistán és gyakorlatilag hajtja végre, miközben természetesen a mondani való az meg valami nagyon nagy ideák mentén történik. A nyugatiak is Stratégiai érdeknek tartják Ukrajnát, az oroszok is stratégiai érdeknek tartják Ukrajnát. A tárgyalások nem igazán mozdulnak előre, a frontvonalak sem mozdulnak előre, akkor ebből egy konfliktus lesz. Hogyha itt az elkövetkező időszakban például európai életről szeretnénk beszélni, akkor nehezen elképzelhető az, hogy itt tényleg egy Észak-Kórea, dél -Kórea típusú demarkációs vonal jöjjön létre. Én továbbra is abban hiszek, hogy az európaiaknak lehet hatásuk az orosz politikára. Tehát, hogyha felszámoljuk a kapcsolatokat például Oroszország és Európa között, akkor nem tudjuk azokat az értékeket egy, egy hosszabb folyamaton keresztül átadni, mint ahogy mi gondoltuk. Összefoglalva azt tudjuk elmondani, hogy Oroszország egzisztenciális veszélyeztetettsége miatt támadta meg Ukrajnát, megkockáztatta azt is, hogy nem rendelkezik elegendő erőforrással Ukrajna elfoglalásához. Úgy érezték, hogy nem várhatnak tovább. Abban reménykedtek, hogy ha most lépnek, bizonyos mennyiségű feszültséget le tudnak ereszteni ezen, tisztázásra kerülnek a helyzetek, és újra tárgyalhatják majd az új eredmények kapcsán, hogy igazából a, az Amerika, Hegemon nagyhatalom és Oroszország hogyan viszonyuljon egymáshoz. Kicsit elszámolták magukat, nem? Szerintem mindenki elszámolta magát. A az elmúlt időszakban, ha az oroszok egyértelműen abban a szempontból elszámolták magukat, hogy nagy valószínűleg nincs esélyük Ukrajna teljes területét birtokolni, illetve olyan mennyiségű ember halt meg az elmúlt időszakokban, ami a megbékélést, mondjuk a, a két nép között hosszú-hosszú évtizedekkel későbbre tudja majd csak tenni. Európa a saját gyengesége okán teljes mértékben elszámolta magát, mert az Oroszországgal szembeni szankciók következtében egy teljesen legyengített, versenyképtelen európai gazdaság várja azt a kegyet, hogy vajon az Egyesült Államok milyen segítőkezet fog nyújtani majd az elkövetkező időben. Az Egyesült Államok úgy tűnik, hogy köszöni jól van, a gazdasága jól működik, a tőzsde szárnyal, valamennyi veszteséget szenvedett el az elmúlt időszakban a dollárkereskedelem kapcsán, de úgy tűnik, hogy a lehető legnagyobb legnagyobb ennek a folyamatnak a végén mégiscsak Ukrajna, az ukrán nép, ahol emberek százreinek kellett meghalnia, annak érdekében, hogy egy új erőviszony fel tudjon állni, és még nagyon nagy kérdés, hogy fel fog -e állni. Az adás elején arról beszéltünk, hogy a halál százezer órája Ukrajnában. Valójában a különböző forradalmi időszakok, itt akár a Narancsos forradalmat is beleszámolva, a Majdonnak az eseményeit, a polgárháborúnak az eseményeit, az elmúlt két év háborújának az eseményeit, összefoglalva azt láthatjuk, hogy közel százezer óra, amit háborúban, háborús viszonyok között kellett megélniük az ukránoknak. Egy elképesztő, egy egész generációt veszítettek el a harctéren, egy egész generáció nem született meg, mert egyszerűen nem voltak olyanok a körülmények, hogy megtörténjen. Ez egy óriási pusztulás egy óriási áldozathozatal, és egy óriási tanulság is egész Európának, hogyha Európa nem képes kezelni a saját maga konfliktusait, nem képes tevékenyen részt venni azoknak a konfliktusoknak a rendezésében, akkor milyen helyzetbe kerülhetnek emberek és országok ezen a kontinensen. Köszönöm a figyelmeteket, ez volt a specialista hatodik adása. Arra kérlek benneteket, hogy kommentben írjátok meg, mi a véleményetek, miért is tört ki a háború, és mennyi ideig fog még tartani. Illetve annak is örülnék, ha megosztanátok a videóimat annak érdekében, hogy minél több emberhez eljussanak.